Isti! Na jó reggelt, sziasztok gyerekek! Nem tudom, hogy köszönöm a jó reggelt, nektek nincs is reggel. Sziasztok! Szerbiából kaptunk egy csomagot, jó sok neked, rég volt melyen videó. Hoppá! És talán Pléten kaptuk. Nem tudom, de te kaptad, nem én, amit nem értek. Pécsen. Pécsen? Pécsett. 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 Vigyázz, mert meg lesz a lincsel. Katitól és Rudolfinától. Rudolfinától? Rudolfinától. Szeretnénk, ha videóba kóstolnád meg. Így van, illetve az oldalán, ami engem nagyon meglepett, csizma piros 39 rojtos. De ez van ide írva. Először azt mondja, piros csizmat kaptunk, de aztán rájöttem, hogy nem, mert snackeket. Mik vannak itt, Patrick? Klipszi! Szerintem egyesével nézzük, ne nézzük. Jó, el, jó, ne. Jó. Nagyon különleges dolgok vannak itt. Jó, Klipszi! Ugye értelmesen egyiket sem néztük utána, mivel nem tudtuk, hogy mi van benne. És van rajta egy ilyen nagyon szépen fűszerezett csirkecomb. Chicken drums, csirkedobok. Most azért nem ennék csirkecombot amúgy, mert a belseje olyan száraz. A combnak? Igen. A mellnek? A combnak is. Ott a legbelső. Jó, a legbelső hús, de azért meg lehet ezt csinálni a jó szaftos kellene. Smek za ukuson pilitene. Igen. Piletine. Abszolút. Na, értjük. Ez valami chips. Grill csirkés chips. Wow, de nem akármilyen. Mutra. Ezek mini grill csirke combok. Azt a kurva. Kurva jó. Milyen jó illata van? Szagod meg. Ez a nyugati aluljáróban reggel, amikor tudod, hogy... de jó! Ez nagyon jó. Tudod, milyen jó benne? Hogy ilyen lyukas, látod? Tehát ilyen szerkezet és ilyen... Nagyon jó van. Tudod, ez a grill csirke, bőr. Nézzük meg a következő crispy-t, ugyanilyet tettünk, csak ez hotdogos. Oké. Okay. Jó, menjen a következő. Hotdogos crispy. Igen. Hát az első, gondolom hotdog formájú is lesz akkor. Hát ez a... Nem egész. Virsli formájú. Virsli. Nagyon lebutított textúrában megcsinálhat. A mustárt érzem nagyon. Viszont van benne valami íze. Perverzió. Fúj, nem tudom. Én szeretem a mustárt, de... Fúj! És így lélegez ki? Mint egy ekte mustárt lett volna. Mustáros virsli íze van. Nagyon durva, olyan, mint hogyha valami Abu Dhabiból lenne. Ilyen teljesen Dubaj. Teljesen másmilyen ízvilág, mint amik itthon vannak. Egyáltalán nem. A virsli is, mustáros virsli. Hát de... Jó, ilyen chipset nem eszel? Na, hát alá, de mi az, hogy Abu Dhabi? Ezt hogy jött? Hát mit tudom, hogy valahol Abu Dhabi. Ott lesz a Forma 1-es. Ez már chipsi. Chipsi? Eddig crispy volt, most már chipsi? Ú, ezeket nagyon szeretem, hogy ilyen hullámosak, tudod? Tzatziki szószal. Damn son. Ja, azt szeretem én is, ami hullámos. Olyan jó textúrája van, hogy bekapod és így, hogy hozzájön nyelvet. Meg rajta marad a cucc. Fú, az illata. Ekte ilyen, tényleg ez a tzatziki. Olyan, mint a uborkás saláta. Igen, tejfölös uborkás saláta. Ez kurva jó. Ezek tényleg olyan ízek, amiket még nem is éreztem chipsbe. Nem? Következő... Pardon! Pardon. Pardon, ne haragudjon, monsieur. Stapici. Stapici. Punyeni kikirikiem. Szerintem azt jelenti egyébként magyaros sós. Azt jelenti magyaros sós, vagy magyaró vajas. Húha. Ez magyaró krémes. Magyaró vajas. Hú, elég pervers. Elég. Hú, ez nagyon pervers. Tehát... Van egy... Sós... Várjál, kiszívom a közepét. Ez olyan, mint a izé. Gesztenyelpüré. Tehát ez nem magyaró vaj. Ez inkább ilyen magyaró krém. Jellegű. És egyébként sós pálcikában. Nem tudom, ez a kombó valahogy... Nem, nekem sem. Valahogy nem. Nem üt el annyira, és ezért nem olyan jó. Mert hogyha mentolos közepe lenne, akkor elütne nagyon, mint például csokis mentolos cucc, amit egyszer azt hiszem angolából. Értem, mire gondolsz, egybeolvad inkább, és így nem tűnik ki semmi. Igen, igen. És azt lehet mondani, hogy egy egész lesz belőle, hanem ilyen, nem tudom. Valahogy, de egyébként ilyet sem láttam még életem, hogy sóspálcában magyaró vaj, tehát hogy... Én sem. Ráadásul ki is tudom szívni, az a búra. Hogy kiszoptam belőle? Smoky. De én sokkal jobban szeretek itt smokizni. Smoky doktor. Egyébként üdvözlők az összes Szerbiában élő magyart, aki ezt a videót nézi. Oh, ez tipikus. Magyaros? Egyébként magyaros chips. Ekte, ez... Ekte magyaros cucc, erősebb, vagy mondjam, keményebb textúrája, vagy nem tudom, de ropog. Igen. De igen, szokásos magyaros chips. Ez mi a rák volt? Igyunk? Ja. Energiaital a gyerekek szerintem, vagy mi ez? Ultra Energy Drink Original. Itt van Jordi.
product of the Coca-Cola Company. Cedrli guaranú koffein i taurin. Taurinnal tart... Taurinos, koffeines... Guaranus. Guaranus. Na nézzük. Az ízéről nem tudtam meg sokat. Nincs íra semmi, szerintem az a ekte tutti frutti is valami. Originál, akkor onet. Lehet, lehet amúgy. Na? Aha, tutti frutti. Belekóstoljak először? Persze. Nincsen poharunk sem. Na jó. Megmondom össze, hogy annyi mindent kajáltunk itt össze, hogy én most csak a szénsavat éreztem ebből. Hát ez a tutti frutti ízű, nem? Gyakorlatilag. Picikét olyan, hogy cukormentes lenne. Lehet, hogy ez cukormentes? Nem? Mert csak én érzem cukormentesnek? Ami nem baj egyébként. Originál írja, nincs rá írja, hogy sugar free, tehát valószínűleg ez, ez nem... Ez cukros, csak... Lehet, csak szerbő van ráírva. Munchmallow. Munchmallow. És már is vagytok a sósat? Most nézem. Hát ezek ilyen, ez ilyen néger csók, vagy minek habcsók? Habcsók. Néger csók. Néger csók. KSI csók. Egyet, mert ez olyan tömény lesz, mint az állat. Wow. Oh. Look at that, azt a... Mint a hab. Ez tényleg néger. Persze, nagyobbat nekem adja annyi. Az alja. Mm-hmm. Ugye? Az egy vékony puszterdi... Nekem sem nagyon gej. Nekem ez sok. Az alja nagyon az egy vékony puszterdi réteg volt, ami az egész áll. Mlala! Mlalalala! Pionír! Kokoa! Cucc! Hát ekte ilyen piskótában ágyzott csoki izé. Már rosszul néz. De figyelj, open here! Oh. Oh, shit. Ó, ezek is nagyon szeretem ám. Premium. Ez, ez, ja, high tech. Na, nézzük. Mondjuk a közepéből hiányolok egy kis tejszín réteget. Zabálcsak. Vagyosan. A következő az... Csipiripi. Kipiripi. Igen, kipiripi. Ne nézd, hogy van egy több ipi. Elég érdekes, mert ilyen nagyon vékony. Igen. És egy... Benz gluténmentes. Wow. Nagyon ilyen milyen durva. Szép egybe van. Szagod meg. Jó, magyarós. Nutella íze van. Na. Finom. Ez finom. De már sok. Jó, ennyi gejtsz után. Nagyon jó. Hmm? Nutella szelet. Igen. De ez durva, ilyen miért nincsen itt? Mert magyarósabb. Következő is a Smoky-tól van. Doktor, doktor! Kokos Smoky. Ez 78% alkohol. Vajon levesület még jobban borsozzam? 78% alkohol. Alkohol. Kakaó. Gondolom az akar lenni. Az mondjuk durva. Hát ezek ilyen nyúlkakák. Nyúlszar. Nyúlszar. Nézzük. Meglepődtem, hogy a közepre az. Igen. Mondjuk örülök nekik. Hogy nem tömör csoki. Én nem. Én most beszartam volna. Hát nem, nagyon finom ez, hallod? No problem. No problem. You got no problems if you eat this. Ez a szerb leszarom tablet. Draggies, azok dragé. Hoppá, miket tudok dragé. Draze bombone. Draze, dragé bombon. Te egyébként izenek tűnik M&M's koppintásnak. Csak tehát a közepe. Ilyen cukormázas, dragé, csokival, magyaróval. Csak mi lehet a közepében? Arra mondjuk... Magyaró. Egyértelműen magyaró. Hú, nagyon magyarós. Nézzük. Wow. Az. M&M's. Sárga M&M's. No problem. But... magyarósabb ez. Kicsit dohos magyaró, de jó az. Mi ez? Bananika. The original... Bananika! Bananiko. Na, én azt mondom... Szomorú szamuráj. Csak harcol értem. Van egy eurókrém, ez gyakorlatilag eurókrém, szerintem ezt nagyon sokan vágjátok ám. Valahogy, te hallottam próbáljuk volna. Meg abba. Ez belemártogatni test volt, ezért már így is messzét megy a... eurókrém, belenyaljak, na nézzük. Told bele. De szilárd. Ez nem igazán jöttem össze. Én ezt nem tolnám bele, mert nem hiszem, hogy működik. Hát a banános. Igen, ez banános csoki, ez mi ez? Bananika? Ez meg gyakorlatilag Nutella, nem? Igen. Na. Euró krém, ez Nutella. Én még meg sem kósoltam, vagy ilyen. Hú, a banára de rossz! Nem a banára, ez alapból olyan. Nem, nekem banára rossz. De banán még volt még egyszer. Hú, ez nem jó. Gagyi, tényleg! Gagyi télapós. Ilyen 200 forintért kapható, ekkora télapó íze van. Igen, van ilyen... Én erre mondanám, hogy ilyen dohos utó íze, vagy nem is dohos utó íze, hanem ilyen...
Hát ez a magyaróra akar hasonlítani, szerintem az utóíz, de hogy így... Kirázott a hét. Nagyon, ez nagyon nem jó. Nem jó. Ne, de itt most nem azt becsmireljük, aki küldte, ugye azért küldtük, hogy kóstoljuk meg. Ez az eurókrém, ez... Hát nem tudom. Nem jó. Ez életveszélyes. Elkezdjük az utolsóhoz, gyerekek, ez... Najlepse zelje. Pontosan. Igen, ezek ilyen kekszdarabos csokoládé lesz. Nyilvánvalóan egy táblacsoki. Mondom itt az egyértelmű dolgokat. Ó, de jó. Fogd meg. Hát alul. De én érdes alul. Szóval ez kekszes tejcsoki. Stark. Tony Stark. A vasember sokja. Ez jó. Kitkat. Nem. De. Ó, nem. Nem. Ez jó. Csak mindjárt kihányom a belem. Igen, már nagyon sok mindent tettünk. Nagyon jó. Ez nagyon jó, na, gyerekek. Ezt bevágod egy... Miért vágod be? Semmiért. Úgy elzárodik a belem, mint az állat. Na gyerekek, ennyi lett volna a SNES-nek kóstolás, mert nem dobom a fejemre. Köszönjük szépen a csomagot Katinak és Rudolfinának, hogy elhozták nekünk a pénzt. És hogy vették a fáradtságot arra, hogy tényleg echte SNERV cuccokat... SNERV? SNERV! SNERV! Snackeket szedjenek össze nekünk, ugyanis tényleg nagyon, nagyon bele lehet futni különböző nemzetiségű snackekben, még hogy csak ott is kell kapni. Köszönjük szépen a figyelmet, lájkoljátok a videót, hogyha tetszett, iratkozzatok fel Pestik csatornáján is, amit a leírás megtalálhatok, valamit erre a csatornáján is tetszett. Pisztácia! Szerbusztok!